iránytű. Minden embernek szüksége van iránytűre, amellyel tudjuk azt, hogyha ki akarunk kötni a hullámzó élet tengeréről egy-egy nyugalmas szigetre, akkor milyen irányba kell haladni ahhoz, hogy ezeket a szigeteket, ezeket a szárazföldeket megtaláljuk. Ehhez pedig törvényekre van szükségünk, ehhez pedig a Szentírásra van szükségünk, amely a nehéz időkben is erkölcsi, morális irányokat mutat és tanít valamennyiünk számára. A Szentírást az elmúlt évezredek során számos nyelvre fordították. A legrégebbi fordításai az eredeti héber szövegnek az arámi, valamikor a polgári időszámítás előtti 6. századtól kezdve az akkori világnyelv, úgy mint ma az angol, a spanyol, az orosz vagy a kínai, vagy a magyar, az az arám volt. Az 5. század magasságában születik meg a Targum Onkelos, az Onkelos fordítás, amely arámi nyelvre fordítja a meglévő szentírási szövegeket, és a különlegesség az, hogy ez szó szerinti fordítás, ergo semmilyen interpretációt nem tartalmaz. Körülbelül 100-150 évvel később születik meg a következő arám fordítás, még mindig a világnyelv ebben a korszakban az arám, amelyet Jonathan ben Uziel neve fémjelez, és amely nem csak fordítást ad már, hanem interpretációkat is, azaz kommentárokkal és magyarázatokkal dúsítja föl az eredeti héber szöveget. Eltelik még körülbelül 80-100 év, amikor is Nagy Sándor életre hívja az alexandriai nagykönyvtárat több mint 500.000 tekercsel, és az ő halálát követően a birodalma egyik negyede a Ptolemaioszok fennhatóságához kerül, és ebben az időben Ptolemaiosz király kortársaként a könyvtár vezetője Delfionus, aki külön kéri az uralkodót, hogy van egy híres Mózes, akinek van 5 könyve, és akkor lehet teljesebb a könyvtár, hogyha ógörög vagy szírgörög fordításban bekerül a könyvtár tekercsei közé a Mózesi 5 könyv. Ebben a korban egy Arisztheás nevezetű zsidó hellenizált diplomata, aki a jeruzsálemi provinciát képviseli, van a király udvarban, Ptolemaiosz udvarában, és Arisztheás levelezése, amely fennmaradt, tartalmazza azt, hogy Jeruzsálemből 70-72 bölcset hívnak Alexandriába, azért, hogy lefordítsák héberről ógörögre az eredeti Mózesi 5 könyvet. Így is történik, 70-72 bölcs érkezik, valamennyiüket külön házba helyezik el, hogy ne tudjanak egymással kommunikálni, és külön-külön kezdjék el lefordítani a Mózesi 5 könyvet. És írja a talmudikus irodalom, hogy csoda történik, mert hogy mind a 72-en, Septuaginta, mind a 72-en ugyanúgy fordítják le a szöveget, kivéve 13 helyen. 13 helyen is megegyezik mind a 72 bölcs változtatása, de ez a változtatás nem másból áll, mint hogy felcserélik a szórendet. Miért van erre szükség? Azért, mert hogy a zsidóság, a Tóra az egy monoteizmusban létező, az egyistehit világában létező közösségekbe élt. Most pedig kikerül a politeizmusban egy több istenhívő rendszerbe, és fontos volt, hogy az emberek helyesen értelmezzék a szöveget. Úgy kezdődik a Tóra, hogy kezdetben teremtette az örökkévaló. És fölteszik a bölcsek, hogy nehogy úgy értelmezzék, hogy ez a kezdet, ez egy erő volt, amely teremtette az örökkévalót, és ezért felcserélik a szórendet, hogy úgy hangozzon, hogy az örökkévaló teremtette kezdetben.